Soha rosszabb cserét, mint könyves cseréje itt a második fél időben. Azt mondtam neki, azt is gondolom, hogy életet vitt azért egy kicsit a csapat játékába itt a második fél idő második felére. Így van, jól szállt be, volt is némi tartozása, szerintem szenzációsan focizott. Volt némi tartozása, ezért sikerült így a játék? Nem, csak azért volt csere. De tényleg nagyon olyan szállt be, jól futballozott, megfordított a meccset, de azt hiszem, hogy a csapat érdemes ezt, tehát nem lehet egy személybe ezt lemondni. Egész mérkőzésen szerintem jobban futballoztunk, mint a Diós Győr. Egy hibánk volt, azt egyből ki is használta, szerintem számos gólhelyzetet kidolgoztunk, megérdemelten nyertünk. Az első fél időben, mintha óvatos lett volna a játék, de mind a két oldalon, mintha tartott volna egymástól a két csapat. Hát nekünk nem volt sietős. Tehát mi idegenben játszottunk, nálunk a labdatartás nem azért, hogy időt húzzunk, hanem keresni a réseket és a pozícióba, hát ha hibázik az ellenfél. Akkor ezek szerint az első fél idő után a szünetben te még nyugodt voltál? Hát azt nem mondanám, de 0-0 idegenben is mi kezdeményeztünk, tehát mi futballoztunk, úgy éreztem végig, hogy meg lehet ez a mérkőzés. És azt is érezted, hogy benne lehet az, hogy két gólt is sikerül rúgni, és gyakorlatilag így 2-1-re el lehet menni ezen a mérkőzésen? Szerintem óriási képzelőerővel rendelkezem, tehát elképzeltem a két gólt. Valóban az egyik hibánkból pont amikor jól játszottunk, gólt kaptunk, de hát látszott, hogy a csapatban van tartás, utána még jobban fociztunk, és hát kellett egy egyéni jó teljesítmény, de mondom, a csapat teljesítmény is szenzációs volt. Köszönöm szépen, a képzelőerő nem hátrány egy edzőnél. Köszönöm még egyszer, Tomislav Szivicset várjuk most ide a kamerák elé. Itt is van már, gratulál Aurélnak, és aztán már itt is van nálunk. Hát nem sok mindennek sikerült összejönni abból, amiről itt beszéltünk a mérkőzés elején. A gyors gólnak egészen biztosan nem. Aztán ennek lett a többi a következménye? Hát sok minden, de el kell ismerni, hogy Paks jobb csapat, mint mi, és megérdemeltek, nyertek itt. Lefotballoztak bennünket, mutatták, hogy kell focizni, és én szeretném gratulálni neki. Őket is arról kérdeztem, hogy az első fél idő vajon miért volt annyira óvatos. Csertői Aurél azt mondja, hogy ő nekik nem volt sürgős, de hát azért gondolom a Diós Győrnek igen, hiszen azt mondtad a mérkőzés előtt, hogy nagyon kéne egy gyors gól. Hát igen, és ők nagyon jól tudták ezt, és úgy megcsinálták a játékot, hogy kivárnak bennünket. Mink sok energiát befektettünk első fél időbe letámadásra, de akkor sem voltunk igazán veszélyesek. Próbáltunk ebben magas pressingesek, ebben jók, hogy tudnak kihozni a labdát, és ez jók csinálták egész végig. Mink erre próbálkoztunk, hogy hát ha ott fönt tudunk szerezni a labdát, és szétbontani az övé védelem, ami szervezet, meg a középpálya, és hogy tudunk gólt rúgni, viszont nem sikerült. És akkor, mikor rúgtunk egy gólt nagy nehezen, akkor azt mondtam, hogy álljunk meg szűk területbe, hogy itt ebből most mink próbálunk lekontrázni őket, azért betettem a Bacsa Patrikot, akinek az a erőssége, hogy mikor kinyissa a terület, hogy tud elszakni, viszont nagyon hamarosan kaptunk két gólt, teljesen fegyelmetlenség, nem figyeltünk oda. Paks, még egyszer mondom, jobb csapat, mint mink, és én gratulálok neki azért, mert megérdemeltek a győzelmet. Tudott volna többet a mai napon a Diós Győr ennél? Hát mink már majdnem minden kipróbáltunk, variációt, variálunk. Cserék se nem hozták azt, amit vártam, és akkor ez az eredmény.